Milyen élet Jimmy fiaként élni? Nehéz. 20 000 ember volt a temetésén egyébként. És egy darab szem, egy csepp könyv nem jött ki a szememben. És az engem még mindig fusztál nagyon. Tudjátok, ez át akarja élni az ember azt, hogy úristen elment, és nekem kellett ahhoz 2 hét, mire felfogtam. Miközben feldolgozni azt, hogy az én szobámban, amikor hazamentem, bassza meg, és ott volt a függöny, még édesapámnak a darabjai, és ez mind bennem volt, és mit szenvedtem meg, mert ugye az én szobámban történt a tragédia. És ezek mind bennem voltak, és egyedül éreztem magam mégis ott abban nagyon nagy tömegben. És dühös voltam, nem tudjátok, nem az, hogy szomorú, dühös voltam. 3 igazság mai vendége Zámbó Krisztián, üdvözlünk szeretettel, dominál a szabályok. Itt ez a 3 boríték, ezekben vannak a témakörök, amiket mindenképpen átbeszélnénk veled, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk a színek alapján. Így van, minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk neked adni, ezt itt merjük, és az adás előtt te is írtál. Tőlem várjátok, hogy én válaszoljam meg, ami a téma? Hát nyilván. Ha megválaszolhatom én is, csak egy apró segítséget bevállaltam, de oké, lássuk, hogy mi a téma. Én, mivel zöld szemem van, bízok a zöldben. A zöld az Edinka kérdése. Igen? Igen. Van víz, jó? Nem lesz olyan vészes. Mi az igazság? Hány részt láttál eddig a Királyból? Tegnap láttam az utolsó, nem a legutolsó rész, a 4. rész, az az összeset, ami eddig leforgott. Az, csak azok kedvéért, akik nem pontosan tudják, a Király ugye az RTL Pluszon most sugárzásban lévő, illetve hát ez nem sugárzás, mert ez már egy streaming szolgáltatása az RTL-nek. Kvázi ezzel nyitott egy új fejezetet a streamingben. És Király címmel egy nagyságrendileg fél évtized, tehát 5 év alatt elkészített dokumentum, fikció, dráma, sorozat a Királyról, az édesapádról, Zámbó Jimmyről, amiben te is szerepelsz, az életed szerepel benne valójában. Egy fantasztikus színész, igen, Dezsőke, én úgy hívom. Georgita Máté Dezsőről. Eddig 4 rész került ki az RTL platformnál. Hát amikor ezt a beszélgetést rögzítjük most, amikor felveszünk, akkor még csak 4 rész van kint, mire a nézők ezt a beszélgetést meglátják, mert több lesz. Megnéztél 4 részt a család történetetekből valójában. Igen. Mielőtt idejöttem hozzátok, csak is azért néztem meg a 4. részt. Ez most nem azt jelenti, hogy ez egy rossz. Ez egy fantasztikus, remek mű. Ezt nekem nincs semmilyen, tehát senkinek nem tartozom semmivel, hogy én azt mondjam, hogy ez pozitív és egy jó sorozat. Ez tényleg egy fantasztikus mű, Kovács Dani Csáli barátom készítette, rendezett meg. Bodzsár István, ugye a koproducer, nem kell bemutatnom szerintem sok mindenkinek. A színészek fantasztikus, amit alakítanak. A Renátó, ugye a fiadal Jimmy-t játsza. De azt tudnotok kell, és én ezt mindig is elmondtam, ami mielőtt a forgatókönyvet is, és utána is elolvastam, ami ilyen vastag volt, hogy sok benne a fikció. Ez nem azt jelenti, ez negatív értelemben. Én azt gondolom, hogy ez egy dráma, hát ez egy 16 pluszos, mert durván tele van szexel, tehát ez nagyon kemény. És én azt gondolom, hogy ennek ilyenek kell lennie, mert vannak benne olyan dolgok, amik nem fedik a valóságot. Ez egy fikció, ugye erről beszéltünk. Hát az elején ugye ki is van írva. Igen, hogy igazság és hazugság, tudjátok, hogy ez miért van így ki? Nem. Mi van írva pontosan? Ki van írva, hogy igazság és hazugságon alapuló történet. Én kérdeztem, hogy mi az a hazugságokon? Ugyanis hát körülbelül 15 vagy 25 könyvet adott ki a testőr, a Vágó Marika, ugye volt rendőrkapitány, a nem tudom milyen Kis Pista Jóska, a apunak egy ember, aki találkozott egyszer, valamelyik zenésze. Én is adtam ki könyvet, de akkor én azért adtam ki, mert valami düh volt bennem, és valahogyan ki kellett adom, más sajnálom. Na most, ugye, ahogy mondtad, Laci, hogy ez sokáig tartott, mire ez a sorozat elkészült. Ez nem azért, mert a forgatások miatt, hanem azért, hogy komoly kutatásokat végeztek.
De veled is, veletek is, a család többi tagjával? Abszolút, és hosszasan beszélgettek? Így van, a menedzser, hódos, a testőr, a testvérek, velem is természetesen. Szerintem egyedül én vagyok, aki nem fikció benne. De én azt az egész csibész életemet elmeséltem. Hát pedig igen, mert egyébként a te első felbukkanásod... A második epizódban van, hogyha jól emlékszem, amikor éppen felszívsz egy csík kokaint az autóban, és úgy mész be a rendőrségre. Igen, soha nem hallgattak ki a rendőrségen engem, egyszer sem voltam a BRFK-ba. Azt nem mondom, hogy egyszer sem szívtam csíkot, de az biztos nem a BRFK előtt, és nem az édesapámnak a lemezén. Bár az is lehetséges, csak az nem abban a pillanatban. Szóval, hogy ennek is megvan a miértje. Hú, gyerekek, nem tudom, eddig tart ez a műsor, de... Már menni. Tehát ez, hát elég hosszú lenne a sztori, most elkezdeném itt mesélni. Én azt mondom, hogy eddig én elképesztő büszke vagyok, és tényleg nagyon tetszik, nem lehet leállni a sorozattal. Ajánlom nektek tényleg. Én nézem, tehát rákattansz és nézem. Nem, egyszerűen kész. Tehát, hogy én természetesen látok benne, mert nem mondhatom, hogy végig fikció, mert vannak benne valóságok, sőt, még kicsit fényesítik is az eredeti valóságot, mert azért durva. Apu egy kicsit benne olyan kis nyámnyirát játszik benne a Renato, ennél apu egy kicsit karakánsabb volt. De várjál, de a Renato, amikor az a fiatal, akkor te még meg se, ugye az első, nem akarok spoilerezni. Szóval te nem emlékezhetsz arra az édesapádnak arra a korszakára, hiszen még meg se születtél kb. Vagy akkoriban. Igen, hát a 80-ban születtem. Úgyhogy 43 éves vagyok. Sokas mink egyébként. Szóval, hogy viccen kívül, ne hisztek, hanem én a 6 éves koromra is emlékszem, és akkor azért már, de még apu akkor a Casanovában, és még azon kívül a sztóriától kezdve nagyon sok párban játszott. Emlékszem. És arra is emlékszem, amikor mentél vele kézen fogva ezekben a bárokban, meg mindenhova, hova tudtél. Hát ugye az édesanyám az, és pont ezért vagyok egy kicsit mérges. Én tudtam azt, hogy ez a sorozatban lesznek olyan dolgok, láttam is, amire fel fogom kapni a fejemet, de nem nekem fog fájni, hanem valaki másnak. Igen, emlékszem egy olyan pillanatot, én édesanyám sokat dolgozott, apu is dolgozott, ő az éjszakában. És volt egy olyan édesanyám, egy Modexco, most már nem létezik ez a cég, egy ilyen divat, futószalagon vitték a ruhákat, ezek nem tudom, emlékszetek rá, ez az abszolút kommunista szerbok, tehát akkoriban az volt, és anyukámnak éjszakára kellett menni dolgoznia. Verona pontosabban, mert nem Vera, hanem Verona a neve, és akkor apunak kellett rám vigyázni, viszont apunak mennie kellett a Casanovába, mert pont akkor kezdett már, ugye Jimmy nélkül nem volt Casanova. És bevitt magával, és konkrétan az egész éjszaka ott ültem a zongorán, leültet a zongorán, és közben megnyomta ez voltam 6 éves, és erre emlékszem, hogy és akkor ott látta meg aput, hogy mit csinál valójában, és Isten, Úristen. És te beleszerettél akkor ebbe a világba? Abszolút. Igen, beszippantott. De akkoriban egy idegérő, tejföl szőke, hosszúhajú srácnak nem volt könnyű az általános iskolában, főleg úgy, hogy édesapját nagyon keveset látta, de majd erről is beszélünk, mert úgy tudom, hogy nekem is van egy politikum. Lesz majd, igen. Úgyhogy ebbe még nem megyek bele. Én csak annyit tudok mondani, hogy egy fantasztikus elemünk, ami még egyszer mondom, mint minőségileg mindenhogyan. Akkor azt mondod, hogy a mi kedvünkért nézted meg a negyedik részt, mielőtt idejöttél. Igen, mert most halt meg a apukám anyukája pár nappal ezelőtt, bocsánat, pár héttel ezelőtt, és pont akkor, ő 96 évesen halt meg, úgyhogy boldogok vagyunk ebből a szempontból, mert csodálatosan gyönyörű szép életet élt, úgyhogy nem szomorkodunk, én sem szomorkodok, mert elképesztően szerencsés volt, mert olyan szellemi, tehát adottságaival hunyt el a nagymamám, hogy nem hiszitek, hát ide beállítom, és elképesztő, tehát nagyon, tényleg ez a nagy szerencsé, mindig mondtam, mert nagyon vallásos, hogy a jó Isten kéne köszönni, hogy mert fizikálisan már sajnos nyilván nem lehetett, de az utolsó pillanatig. Na most ő, és ezt még nem mondtam, és lehet, hogy én reagálom ezt túl,
de ő egy kicsit úgy van beállítva a sorozatban, hogy... Ez soha életében nem dohányzott a nagymamám. 96 éves alatt meg. És egy kicsit olyan, meg csodálatosan szép lakása volt a 7. vagy 8. kerületben, és kristályokkal teli, és szegényké megyem a szívét. Most nevetne rajta, most ezt mondanám, de mielőtt meghalt, másfél nappal előtte nézte meg, és meglátta magát, bagózva a kezébe, cigizik, mint az állat, olyan, és akkor egy copo, tudjátok, a csirkelába, ami a levesben van, és így eszi, és ő egyébként egy úri hölgy volt, ő egy elképesztően csodálatosan úri nő volt. És ez egy kicsit úgy jött le nekem, hogy megnézte, és rá másfél napra halt meg. Nem hiszem, hogy ez miatt, mert akkor kiborult volna. Csak ugye egy kicsit úgy benne volt az, hogy most ezt akkor én most azt hajagolom, mert hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy ahogy a mama megnézte ezt a filmet, és elment. Hát nagyon érdekes lehet feldolgozni, hogy az ember élete, tehát nem te személyesen, hanem az ember élete, hát egy fiatal ember vagy, az előtte egy filmben zajlik. Valóban. Tehát részben... Te ő nem olyan volt, bocsánat, nem tudom, hogy erről beszélt, hogy megértette Lacika, hogy mamám nem ilyen volt. És lehet, értem, én ezt értem. De akkor is a helyzet az, hogy ez a király családjáról szóló fikciós dokumentummal keveredett, a valóság és a fikció keveredése sorozat, de valójában valós személyek életét formálja meg, amely valós személyek egyike te magad vagy. Így van, így van. Egy fiatal ember, aki akaratán kívül valójában, mert nem te döntöttél arról, hogy Zámbó Imre gyermekeként jössz. Így van, de köszönöm, hogy Zámbó Imre mondtál egyébként, mert így édesapámként tudok tekinteni rá, mert nem szeretem, amikor azt mondtam, hogy neked a édesapád Zámbó Jimmy, az nekem olyan... Igen, bocsánat, az a művész neve. Igen, igen, de ez jó eset. Neked Zámbó Imre az édesapád. Igen, igen. Te arról nem döntöttél magunk között szólva, hogy te amikor megszületsz, hogy megszülesz, és hogy Zámbó Imre gyermekeként születsz. És nem átlagos életet éljek. Igen. Majd egyszer csak egy 10 részes sorozatot az ember életéről, a családjáról leforgatnak, megfilmesítenek, az azért egy picit olyan szürreális, meg néhány pillanatban el tudom képzelni, hogy olyan, mintha egy sütőlapáttal úgy 30-al mellbe csaptak volna. Ennél jobban is fogalmazhattad volna meg. Amikor az első részt megnéztük a premieren, ugye ott voltak a színészek, a rendezők, a producerek, mindenki ott volt. Mi már édesapám második házasságából, az Edith asszonnyal, mi megnéztük már egyszer, és hát ez most nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, én aputól örököltem valamit, az pedig a szeretetéség és az érzékenység. Nem mondom, hogy nem vagyok férfi, úgyhogy tehát azért férfi vagyok, de nem arról van szó. De én szeretlek most! Jó. De valahogy én minden nap valamiért kicsit így elpityergem magam, nem tudom, hogy miért, gondolataim, nem vagyok depressziós, tehát erről sincs szó. És megnéztük az első részt, és a gyerekek, tudjátok milyen, amikor az embernek jól esik, amikor sír valamin. Hogy meséli a családja azt, hogy anyukám elmeséli, és már most is már érzem, hogy jön itt a... És hogy anyukám elmesélte, hogy amikor én megszülettem, és hogy apu milyen boldog volt, milyen büszke volt, és hogy mondták a nevemet, hogy Zámbó Krisztián, és akkor felállt apu, és ott apu, ugye Renátó, de hogy felállt, és akkor ezt nekem elmesélte édesanyám, hogy apu mennyire boldog volt. Egyébként nekem azt mesélte anyu, hogy ezt nem tudom, ez nem volt benne a sorozatban, hogy később apu bement megint, akkor anyukámnak a hasára tettek. És apukám bement, és anyu aludt. De úgy csinált, mint aludt volna. Én meg ott feküdtem a hasán. És az apu letérdelt, és rátette anyukámra a bocsánat, az arcát, és sírt apu. Öröm sír. És anyu nem akarta fölébredni. Tehát úgy csinált tovább, mint hogyha aludna.
ezt végig látta, hogy az apu az örömtől sírt. Tehát ezt nem tették bele, de ezt így elképzeltem. Hát én, gyerekek, kitört belőlem azon, nem tudom hány évtized, hogy ez a mese, ezt mindig mesélte anyukám, apu, és akkor és most láthattam ott a tévében, még a színészként is, nagyszerű színészek játszották ezt el. Ez nekem ez, szóval, hogy... De mi? Érzem. Nem értem. Igen, hogy milyen érzés? Azt még olyan szívesen láttam volna benne, bár ez már kicsit erős lett volna, hogy hogyan készültem, már nem az egész. De most ezt tényleg látom. De most azt mondtad, hogy erre van szexel a film. Igen, de ez már valószínű, hogy... A sok szex között felfedeztél egyet, ami kimaradt. Igen, a szex, nem tudom, hogy díjnyertes lenne. Zambó Krisztián hiányérzett. Nem, ahogy készültem, hát most ahol, vagy ahogyan, az egy elképesztő romantikus sztori volt, ja. Ez pedig amit ugye ebben nem adtak le. Az én nagymamám egy ilyen arisztokrata, gazdag hölgy volt, anyukám nagymamája, a lényeg az volt, hogy ő nem szerette volna, hogy egy jött-ment zenész legyen édesanyámnak a férje, vagy valamilyen kapcsolata, nem, ezért tiltotta, ezért egy ilyen volt az én nagymamám, és hát ők titokban házasodtak össze. Nem volt még, csak azt hiszem, hogy egyetlen egy fotó van rajta, ahol apukámnak rövid haja van, és pont húzza rá az anyukámnak a Veronának az ujját, győd, na mindegy. És hát ugye nem volt hol lenni a NASZ útnak, és hát NASZ éjszaka hol történjen meg. Az én nagymamámnak volt egy hatalmas nagy dinnye földje. És oda az apukám kivitt egy lepedőt, ő nem tudom, hogy akkor a nyár volt. Tessék, nyár volt. Nem értem, mert nem szeretem a telet, úgyhogy remélem, hogy nyár volt. És nem olyan nehéz kiszámolni a születésedtől vissza a 9 hónapot, hogy mikor történhetett ez a... Március. Jó számot, inkább jó. Most elkezdtem, most itt van előttem, hogy apukám még készítenek, úgyhogy maradjunk. Jó, ne vigyünk be menni. A lényeg az, hogy itt titokban történt meg a... Csoda. Titokban egy dinnyeföldön. Egy dinnyeföldön, és imádom a görög dinnyét egyébként. Válaszít. Dinnyeföldön készült Krisztián titokban. Titokban, igen. Ki mondhatja ezt már? Választanom kell. Oké. Hát az irítség színére appellálok a sárga. Oké. Tomi. Igen. Igen. Itt a sárga, és benne az én kérdésem, ami így szól. Mi az igazság? Valójában milyen élet Jimmy fiaként élni? Nehéz. Nem is azt mondom, hogy a Jimmy fiaként, hanem egy zenész fiaként, vagy lányaként, stb. Gyermekeként nehéz. Mert... Főleg, gondolom, hogy ismeritek a kommunista rendszert, mert nagyon nehéz volt elhelyezkedni a vendéglátóban, vagy egyáltalán éjszakákat. Tehát az ember nyilván keveset találkozik, én például igen, nekem ez rátett az életemre, ezt is majd akkor mondom el, amikor majd az én papírom, vagy az én borítékom fog kérni. Mindig is, ugye, én zenészként kezdtem az életemet, és ott voltam minden koncerten, ott voltam az összes dal megírásánál. Az, hogy nem tudtunk elmenni egy vidám parkba, vagy egy moziba akár, mert vagy leülni egyet enni. Gyerekek, apukám egy, nyilván tehát a film azt mutatja, hogy lesz egy szerény srácból, aki megaláztatásokat kapott iszonyatosan a szakmától, a rendszertől, meg mindenhonnan csak lehetséges. És ez is eljutott egy olyan pontra, amikor már azt mondom, hogy na, basszus, ezt én elértem, akkor igenis tiszteljenek azzal meg, ha például mi leülünk apuval egy étterembe, és eszünk, és esszük azt a jó kis csirkecombot, vagy nem tudom, akkor én megértettem őt, eleinte nem, és kicsi kellemetlen érzés volt, de megértettem azt, amikor oda ment hozzá, és tele a szája apunak, és művész úr, és apu, megengedett be az meg, hogy megegyem ezt a csirkét? Bocsánat, hogy ezt így mondtam, de kb. Így.
És nem bántani akartam, mert utána mondtam, és elnézést kért, csak tudjátok, amikor így... És ez neked gyerekként először kellemetlen volt, azt mondod? Először kellemetlen volt, aztán megkezdtem megérteni, hogy a másik ugye a nagy-nagy szó az árnyék, hogy az árnyékában, hogy ez az a legtöbb, amit tudtam, hogy az édesapja árnyékában próbál eltörni, először is az édesapám, másodszor az Lamborghini árnyékában lubickolni szerintem csodálatos dolog, és menő dolog, azt gondolom. Ezt értetik sokan félre, de én ezt pozitívan veszem most már föl. És hát most tartok én is ott, hogy most már nem olyan könnyű, főleg az internetnek, meg mindenhol, ugye mindenki most már sztár, most már mindenki énekes, közben a dúszjuk nincs, hogy mit jelent, hogy jazz szak, vagy mi mondhatnék egy-két ámol, cédul, tehát sehol. Nem lehet, hogy könnyebb lett volna egy kicsit, hogyha nem zenészként kezdett a pályafutásodat? Nem zenészként kezdtem, és ez is benne lesz a bolytékba, amit mindent elmondok. Nem zenészként, én üzletemberként kezdtem, nem vagyok üzletember. A naivitásom miatt, mert mindenkinek hiszek, mindenkibe bízok, de most már azért tapasztalt vagyok, úgyhogy jó, csak a zenész létre akkor visszatérve, ott óhatatlan az összehasonlítás. Tehát ott egyszerűen nem lehet megúszni. Ezért próbálok meg, ezért saját magam írom meg a dalaimat, saját magam szerkeztem, nyilván egy producerem, de a magánhangszerelést azt én komponálom meg. Tehát, hogy legyen az enyém. És megpróbálom nem... Nem saját... beszélni akarlak róla, csak azon gondolkodni, hogy igazából lehet, hogy egy kicsit helybe mentél a... Meg figyelme. Nincs is óhatatlanul is egy ilyen elvárás feléd, ami lehet, hogy nincs, csak te magad azt hogy érzed, hogy apa csodálatos volt, akkor nekem is ugyanazt a szintet kell. Nem. Én sokáig... Ugye volt az X-faktor, nem tudom, emlékszetek el. Persze. Ezt senki nem felejti el, sajnos. A bukott diákot énekeltem. Igen, a bukott diákot én akkor azért énekeltem. Én gyerekeként nem akartam egyébként jelentkezni X-faktorba, hanem én nekem a drágámnak, a szerelemnek, Zsuzsikának az anyukája egy éven keresztül hasnyálmirigy rákban szenvedett, és már az utolsókat, és az volt az utolsó kívánsága tőlem, hogy nagyon-nagyon szeretnél látni még mielőtt meghal, mert tudta, hogy meg fog halni szegény. A bukott diákot a kedvenc, és szeretnél látni a tévében, hogy énekelném neki ezt a dalt. És pont ez egyik Lepsényből jöttünk, ő már Siófokon volt a korábban, és akkor pont jöttünk ugye az M7-esen, és ott van a székház, és akkor pont láttam ott 10 000 embereket, volt ez a válogatás. Igen. És akkor mondom, kicsim, mondom, menjünk be, és akkor mondom, énekeljük el, akár ugyanis csak ott a válogatáson, és akkor bementem. Nekem már volt egy ilyen kis alap, egy gyengébb alap, ugye aputól, és akkor elénekeltem ezt a dalt. Jól is sikerült, de sajnos a jósom már nem láthatta, addigra mire leadták, mert sajnos elment. És akkor azt mondták a X-faktorban, hogy akkor ők nagyon szeretnék, hogy én ezt folytatnám. Hát ózkodtam tőle, mert hogy mindenki azt várta, hogy most én 4,5 oktávokat fogok itt énekelni, de nem vagyok rá képes, tudok énekelni, nem érdekel ki mit mond, tudok, de más a hangnemem, tehát másképpen énekelek is. Ez nagyon nehéz volt gyerekek, ezt ki megtanulom saját magam egyedül, hogy van egy stílusom, az a legnehezebb, arra mi ott teszel le. És ebben maradtam, és akkor itt Bon Jovit énekeltek, nem Tina Turner, és akkor ez csak ki, ott álltam, gyerekek, akkor 2011-ben, hát a YouTube az még nem is volt, azt hiszem a YouTube, magyar YouTube még akkor nem nagyon volt. Tudjátok, mit akarok mondani, tehát most már tehát Magyarország nem foglalkozott, akkor csak volt a YouTube, és nem volt ez a magyar, nem tudom, ebben ti vagytok a fájerek, hogy akkor jobban, hogy nem hát volt. Nagyon, hát az ele, jó, nyilván 10 évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőttről beszélünk. Nem, tehát, nem volt ez a magyar, na mindegy, a lényeg az, hogy föltették, és egy hét alatt 2,5 millióan nézték meg, amikor a bukott diákat elénekeltem, az nagy dolognak számított, és annyi pozitívumtól én még életemben nem kaptam semmitől. Tehát gyönyörű, imádják, és akkor csak úgy lubickoltam benne, hogy mennyire jó, és akkor a főszerkesztők mondják, hogy akkor nagyon szeretnék, hogyha én ezt folytatnám ezt az egész dolgot. Hát akkor szépen felépítették ezt a Jimmy, és akkor a fia akkoriban, és akkor itt már elkezdett a PR működni. Igen, akkor volt egy JFK. Igen, Jimmy pontosan. Jimmy fia. Ez de jó, óriási.
És hát sajnos én már akkor nem nagyon szerettem volna ezt csinálni. Kiálltam az első élőbe, és egy akkora farsot élnek eltem, mert egyszerűen gyerekek, én kiálltam a színpadra, elkezdtem szédülni. Akkor így. És hát szerintem ezt úgy hívják, hogy lámpaláz. Még eddig nem ismertem. És hát igen, akkor ez így rajta, ez megbélyegezett engem. Márpedig mindent megpróbáltam megtenni, sőt, még azt is hallottam valakiben az egyik szerkesztőségben, hogy adjam föl. Márpedig nem fogom feladni, mert akkoriban még SMS-be küldték a szerencsétlen kis mama, kis akik nincsen pénzük, rám a szavazatokat, mert bíztak bennem, és akarták, és tényleg én is mindent tettem, nem fogom feladni. Tudod, mit mondok én, Krisztián, hallgatva téged meg, nézve ezt az egészet, és most csak televíziós aspektusból nézve. Ugye az édesapád élettörténete az egy élettörténet. Jött, és egyszer csak Magyarország egyik legismertebb énekese lett. Majd meghalt, és a halála hirtelensége, a halála körülményei, azt az egyébként már akkora nagyon híres 40-es évei elején járó, kvázi annyi idős volt a halálakor, mint a most. Igen. Azt az embert hirtelen egy pillanat alatt legendává tette. Erről szól a legutolsó kérdés is egyébként. Föl is teszem akkor. Okay. Mi az igazság, édesapád a halálában legendává vált. Ugye ne felejtsük el, hogy az ő temetése volt, az addig valaha volt legnézettebb tévéműsor Magyarországon. És végigmentél valójában ezen az egészen. Hát nem könnyű egy legendával feküdni és kelni. Igen. Tudod, mi az, ami mindig ért? Tudjátok, mi az, ami mindig a lelket tartotta bennem, és nagyon jó apa volt. Minden éjszaka, minden reggel puszival keltett és fektetett. És 21 éves koromig. 21 éves korod? 21 éves koromig. És ez hiányzik, és ez mindig eszembe jut, és férnek csak mi valahol valószínű, de ezt nem én döntöm el. De apának nagyon. Tehát én őt úgy látom, édesapám, és tényleg az élete az volt, ami az élete a zene volt, és az emberek nyilván ezért érte el azt, amit el, és ezt nem lehet úgy, hogy hátad ölsz ma már, és akkor van egy YouTube, felnyomsz egy dalt, felrakod 25 millióan megnézni, nem, itt körbenni kellett, menni kellett, végig kellett azt a létrát menni, a végét, és ezáltal lett így, ahogy te elmondtad, valóban a halála után legendává vált. Én nekem 20 ezer ember volt a temetésén egyébként, és egy darab szem, egy csepp könny nem jött ki a szememben, és az engem még mindig fusztál nagyon. Nem azért, mert hanem gyerekek, idegen emberek, tévék, kamerák, bocsánat. És ez, tudjátok, ez át akarja élni az ember azt, hogy úristen, elment, és nekem kellett ahhoz két hét, mire felfogtam, és tehát, hogy azt látom, hogy úristen, miért leállítottak egy csepelt? Mik ezek a rendőrök? Mik a mentők? Meg mi történik itt, mondom, ezért még nem láttam a földön, és közben ezeket elfoglalom magam, miközben feldolgozni azt, hogy az én szobámban, amikor hazamentem, bassza meg, és ott volt a függönyöm, még édesapámnak a darabjai, és ez mind bennem volt, és mit szenvedtem meg, mert ugye az én szobámban történt a tragédia. És ezek mind bennem voltak, és egyedül éreztem magam mégis ott abban a nagyon nagy tömegben. És dühös voltam, nem tudjátok, nem az, hogy ott szomorú, dühös voltam, hogy... És akkor utána jöttem, hogy basszus, menjen, és most is, hogy legenda voltam már én valóban. Erre a beszélgetésre Zámbó Krisztiánt hívtuk meg, és amikor ez a beszélgetés kikerül a YouTube-ra, akkor van 22 éve, hogy az, amiről mesélsz, megtörtént. Mint a tegnap lett volna. Értem, fogsz, szerinted, az érzésedre vagyok kíváncsi. Valaha képes leszel
Már szabadon élni? Zámbó Krisztiánként? Igen. Tudod mikor? Mikor? Amikor az én drága kis szerelmem ad nekem egy ajándékot, egy babát, és van, nagyon szeretnék apa lenni, és szerintem is akkor nekem az lesz az a szabadság, hogyha ott lesz nekem a valószínű. Addig nem. Értem, mert igazából valóban abban a pillanatban fogsz megszűnni Jimmy fiának lenni, és XY-nak az apukája lesz. Zádor lesz a Zádor, fiam lesz. Zádor apukájává válsz. És nyilván ott akkor az majd úgy átfordítja a dolgokat. Igen, akkor egy olyan felelősség lesz rajtam, amit átadhatok attól, akit a legjobban szerettem, édesanyámon kívül az édesapámtól. Mert mondom még egyszer, hogy édesapaként nagyon-nagyon. Ez a 22 év, ami eltelt, egyébként tényleg olyan, mintha tegnap történt volna. Mert beszélgetünk róla, és mindig beszélgetnek róla velem az emberek, és főleg, hogy most jött igen. A sorozat is. Ezért nem telik el, tehát ez gyerekek, ez brendé vált, és ez elég csúnyán hangzik. Minden nem, évben, de minden... valójában, ha csúnyán hangzik, hanem mondjuk már Frankót. Ez erről szól. Ez erről szól, és... Igen, csak azért fontosak azok az emlékek, bocs, hogy közbevágok, amiket most igen. Egy csomót megosztottál velünk, és köszönjük. Ami egyébként arról szól, hogy milyen apa volt, és hát ezt nyilván okay, a gyereket tudja eldönteni. Oké, de nem Zámbó Jimmy-ről szól, ezt ne felejtsük, a Zámbó Imréről szól. Igen, és ezt köszönöm még egyszer. Ez jó esik. Hát igen, visszatérve a sorozat egy kicsit, hogy megnéztem ugye a negyedik részt, és tetszik, nem fogom tudni abbahagyni. Ez még ki fog forni. A hetedik részt érdemes lesz nézni, az igazából... Ja, én is benne leszek ám egyébként, játszok benne, tehát egy ilyen kis szerepet kapok benne. A 96, amikor ugye hát 96-ban volt a nagy parti korszakom, akkor jöttek be a parti dolgok, és akkor ott ülök egy párpultnál, ilyen retro cuccba, és akkor az engem szereplő, meg a Dezső ugye ott össze spanoskod, miközben ott mindenkinek fizetek mindent, és akkor ott én mint Zámbó Krisztián benne leszek csak egy kis részben, de nem nagy dolog, de azért büszke vagyok rá. Szóval, hogy a sorozat viszont, a hetedik részt azt nézzétek meg, jó? Megnéztem, jó? Nem fikció, az nem fikció. Igen? Már várom, nem fikció. Mindenképpen igen. Várom, de az összes részt várom. Na nézzük, beígérted, mi a te igazságod? Zámbó Krisztián igazsága. Elfecséreltem a fiatal éveimet. Igen. Ezért nem akartam pár dolgot emelni. Olyan dolgokat csináltam fiatal koromban, olyan dolgokat, amiket nem szerettem volna. A csibész életet éltem, Csepelen laktam, édesapám nem volt mellettem, mert dolgozott. Aztán ugye lett ott egy másik család is, Edith, Sebastian, stb. Volt, hogy apukám külföldre is elment dolgozni hónapokra, kint is vendéglátozott. Akkoriban egy hosszú szőkehajú, idegír, tejfő szőkehajú srác, aki bement a fiú WC-be és verekedett, mert azt mondták neki, hogy te ez a fiú WC, menj már ki innen, és meg kellett verekedni érte. Ez kezdett fárasztani, és mindenem volt 6 éves koromtól azt, hogy láttam édesapámat a Füstös Éjszaka Bruce-t énekelni, vagy például a Hairből énekelt a I'm Just a England, ugye mikor a viszik... Manchester England énekelt. Igen, bocsánat, de Manchester England. És zongoratanár, énektanár, jártam, mert ugye ez volt az álmom. És hát aztán ugye egyre kevesebbet láttam aput, bandákba keveredtem, fociztam, amit tudtam, de nem szerettem. Harcművészetek, jó, oké, de azt sem szerettem volna. Olyan srácként éltem az életemet, a fiatal koromat, aki valójában nem akartam lenni. Az volt a menő, az volt akkor a bandákban. Én már rendőrségen is kikötöttem, volt kábítószerrel való, tehát én nem árultam soha, de nyilván kipróbáltam, ez a legszebb szó rá. És ezért gondolom azt, hogy elfecséreltem. Ha akkor többet foglalkozok a zenével, amit tudtam jól, hogy az az életem, az egy kis titkos életem volt otthon. Amikor otthon voltam, akkor bakelítem, föltettem a Süsi a sárkán, amikor énekelte, hogy ez egy fegyő. És akkor voltak ilyenek, és imádtam, arra aludtam el
a dalokra. Tehát, hogy én hallgattam Bakelitem Demjéntől kezdve a Omegától kezdve. Ezeket nem tudták a srácok bent, ugye. We are your pipi, yeah, you know me. We are your pipi, yeah, you know me. Ez volt. Nem ez voltam én valójában. Én más srác voltam akkoriban. És valójában most azt mondod el, amit egyébként a kívülálló, legalábbis én, az édesapádról gondolok. Egyik oldalról egy rettentő érzékeny, borzalmas tehetséggel megáldott, nagyon felkészült zenész volt. Tehát egy érzékeny alkotó lélek. De volt egy másik oldala. És volt egy abszolút másik oldala. Igen, láttam. A kigyúrt... Neoagresszív, ami magának is, saját magának is fájt. Igen, igen, jól látod ezt, Laci. Jól látod, jól És látod. Bizonyos szempontból, ahogy most elmondod, csak találom, látom a párhuzamot. Uh-huh. A banda, erre nem is gondoltam, a WC-be verekszem, a karatézni járok, focizok. A másik oldalról az énektanár, a zongorat, a látság. És ez szerintem, legalábbis még egyszer, ahogy kívülről látom, mind a kettőtökben egy élethosszíglan tartó belső háború, hogy melyik kerekedik felül. Amikor semmi másra nem vágysz, csak arra, hogy szeressenek. Én nagyon. És szerintem ő is. Halak vagyok. Most nem tudom, számít-e, vagy ki hisz ebben. Én nem olvasom, de tudom, mert a párom meg skorpió. Tehát imád csípni. Én meg csak úgy úszok az ára, de viszont tényleg ez az, amit aputól örököltem, még nem tudom egyelőre, még 43 éves, még mindig ezt hogyan tudjam kezelni, de ha nem veszem meg a szeretséget, nem akarom a szeretetet, nem akarom megvenni, hanem nem szeretem, hanem szeretnek. Ez eléggé furcsán hangzott, de azt egyszerűen nem úgy nem szeretek, hogy az Elmúlt Krisztián dalait nem hallgatom, hanem olyan embernek gondolnak, amilyen én nem vagyok. Tehát, hogy nem mondhatom kopogtott mindenhol, hogy higgyétek el, hogy én nem ez az ember vagyok. És én vágyom a szeretetedre. Én azt akarom, hogy megismerj engem. Én nem vagyok nagyképű, azt sem tudom, mit jelent az életemben. Szerény vagyok, de kurva jó képű. Hát Dínyepődről jössz. Szerintem most is apukádat idézted. Nem, tényleg viccen kívül, szóval, hogy ez a szeretet, ezt ő is, és ez később jött ki, még nem tudom, hogyan kezelni egyelőre ezt még. Még hála jó Istennek van időd. Úgy van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és veled ezzel a műsorral köszönhetjük az új évet. Sok sikert a Baba projekthez. Én készen állok. Nem most, de majd akkor. Nézzetek meg egy dinnyaföldet majd nyáron. Majd ott megpróbáljuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok, boldog újját mindenkinek. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.